És akkor képviselő úr, a Dújvár Imrét kérem, hogy mondja a beszédét. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor miniszter urat, Kovács Sándor megyei elnök urat, szeretettel köszöntöm Tóth J. László és Záró Péter farkas politológust, és minden hölgyet és urat, aki ma eljött a Fidesz kampányzáró rendezvényére. Megtisztelő számomra, hogy az egyik ilyen rendezvényre a hármas számú választókörzetben Tiszafüreden kerül sor, és örömmel jelenthetem, hogy egy nagyon hosszú és kemény munkán vagyunk túl, de természetesen a vasárnapi esemény, a választásoknak a napja lesz az, mely felteheti ennek az elvégzett munkának, ennek a folyamatnak a végére a koronát. Engedjék meg, hogy néhány mondatban azért elmondjam, hogy a kampányban végzett munkán túl természetesen azért mi itt az elmúlt 4 évben a tiszafüredi képviselőtestületben, a Fidesz képviselőcsoportban nagyon sok munkát elvégeztünk azért, hogy Tiszafüredet abból a gödörből kivezessük, amelybe az előző évek városvezetése jutatta. Sajnos a szocialista és a Pintér Erika által vezetett képviselőtestület akkor adósságot halmozott fel, hogy 2011-ben gyakorlatilag teljesen megvédult a város működése abból a szempontból, semmilyen fejlesztést nem tudtunk véghez vinni. Az Erste Bank a Tiszafüredi Önkormányzat kötvénykibocsátó intézménye nélkül. Majd 2012 év végén, 2013 elején pedig a város a csődszélyére jutott és adósságrendezésre került sor, amely gyakorlatilag mondhatom, hogy sikeresen, rekordgyorsasággal zárult, meg tudtuk őrizni a város vagyonát, és ezúton szeretném megköszönni dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, a Magyar Nemzeti Kormánynak és Kovács Sándor elnök úrnak, hogy végig segítették ebben az önkormányzat és a képviselőtestület munkáját, hogy csak 2 dolgot kiemeljek ebben a folyamatban. Az adósságrendezés lezárása után, 2013 novembere után Tiszafüred önkormányzata 130 millió forint működési támogatást kapott, ezen kívül pedig nem olyan régen kaptuk kézhez Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt bizonyságlevelet, amelyben Tiszafüred több mint 4 milliárdos adósságát vállalt át a magyar kormány. Tehát ez a 2 pillére mindenképpen annak a folyamatnak, amely Tiszafüredet a fejlődés útjára állította, amely Tiszafüredet egy új jövő alapjaira helyezte. A másik fontos cél pedig, amelyet az elmúlt 4 évben kitűztünk, az a munkahelyteremtés volt, hiszen nekünk volt időnk leülni a befektetőkkel, mi nem mondtuk azt, hogy nem kell Tiszafürednek koszos gyár, és nekünk igenis szúrja a szemünket az, hogy a tiszafüredieknek el kell járni dolgozni Erdőtelekre, a Jászságba vagy akár Tiszaújvárosra. Mi azt valljuk, hogy a tiszafürediek Füreden találjanak elsősorban munkát, és változtassunk azon a tendencián, hogy innen elvándorolnak az emberek. Ezért tűztük ki célul azt, hogy egy ipari parkot hozunk létre, amelyben mindenképpen úttörő szerepet vállalt fel a City Gas Zrt. És Nagy József vezérigazgató úr, és szintén ki kell itt azt emelni, hogy kormányzati támogatás nélkül ez a beruházás sem indulhatott volna el, olyannyira nem, hogy tavaly közel 200 millió forintos kormányzati támogatást kapott a City Ipari Park legnagyobb gyárcsarnoka, a 606-os hajógyári csarnok felújítása. Ezt nem is olyan régen, március 28-án adtuk át újra használatba, tehát én azt gondolom, hogy Tiszafüred történetében ez is egy nagy mérföldkőnek számít. Én ezúton szeretném megköszönni minden Tiszafürednek az elmúlt 4 évben a támogatást, még egyszer a miniszter úrnak azt, hogy a kormány képviselőjeként szívén viseli Tiszafüred sorsát, és mindig mindenben támogat bennünket, és kívánok neki nagyon sok sikert a vasárnapi országgyűlési választásokra, hiszen úgy gondolom, hogy ahogy eddig nagyon jól tudtunk a képviselőtestületben miniszter úrral együtt dolgozni, én azért drukkolok és Tiszafüreden is azért szurkolunk, hogy ez a munka folytatódhasson. És ezúttal is szeretnék megkérni minden tiszafüredit, hogy vasárnap éljen az állampolgári alkotmányos jogával, menjen el szavazni, és támogassa dr. Fazekas Sándor miniszterelnök urat országgyűlési képviselőjelöltet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, Dújvár Imrének! És most arra kérem Tóth J. László politológust, hogy mondja el beszédét. Jó estét kívánok mindenkinek! Igyekszem nagyon
rövid lenni. Vasárnap választunk, ez a választás ez lényegében arról szól, hogy véget ér a rendszerváltozás, vagy pedig folytatódik az átmeneti állapot. Ami 1990-ben elkezdődött, az sajnos a 3x4 éves MSZP-SZDSZ koalíció uralma miatt nem ért véget, megkezdődött, de félbe maradt. Felemás intézményekkel, zavaros jogi körülményekkel és gazdasági koncepció nélkül gyakorlatilag sodródott az ország. 1998 és 2002 között az Orbán kormány nem tudott ezen a helyzeten alapvetően változtatni. 2010-ben nyílt meg a lehetőség arra, hogy a kétharmad segítségével új erkölcsi alapokat fektettek le, kidolgoztak egy koherens gazdaságpolitikát, és nekiláttak egy új társadalmi szerkezet felépítésének. Ez a munka, ez ma is tart, ez a tevékenység rendkívül eredményes, ezt ma már a nemzetközi befektetői világ és a kevésbé elfogult politikai szakértők is világszerte elismerik. 2014-ben vasárnap arról szavazunk, hogy folytatódjon-e az elmúlt 4 év, folytatódjon-e a gazdaság stabilizálása, a társadalom megfelelő szintű átszervezése, és immáron sikerüljön végleg lezárni a posztkommunista, szocialista és liberális korszakot. Ez magyarul azt is jelenti, hogy aki vasárnap fontosnak tartja azt, hogy ő magyar, hogy Magyarországon szeretne élni, hogy ragaszkodik a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához, hogy családban kíván élni, hogy ápolni szeretné a magyar hagyományokat, hogy büszke a magyar történelemre, és sorsközösséget vállal a 15 millió magyarral, akik itt élünk a Kárpát-medencében. Nos, azok számára véleményem szerint vasárnap nagyon könnyű a választás, mert ezzel a programmal egyedül az Orbán kormány állt elő. Az MSZP-SZDSZ koalíció 2002 és 2010 között bebizonyította, hogy kormányzásra nem alkalmasak, az elmúlt 4 évben pedig azt is bebizonyították, hogy ellenzéki szerepre sem alkalmasak. Épp ezért nagyon fontos lenne, hogy lehetőleg végleg megszabaduljunk ettől a politikai bűnszövetkezettől, és folytatódjon az ország megkezdett újjáépítése. Köszönöm. Köszönjük szépen, Túldi László, politológusnak. Most pedig Záruk Péter, Farkas politológus kíván. Hogyan beszélünk? Köszönöm szépen. Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Igyekszek rövid lenni. Véghajrában vagyunk. Mindannyian érezzük, hogy most már valahogy múlja el ez a néhány óra, és legyünk ott vasárnap, és menjünk el, húzzuk be az X-et a Fideszre, és húzzuk be Fazekas Sándorra, és aztán valahogy kezdjük várni már az eredményeket, és lássuk azt, hogy megnyugvással a kormányzat folytatja munkáját, remélhetőleg Fazekas képviselő úr is miniszterként ugyanígy ezt meg tudja tenni. Különösebb buzdítást ilyenkor már nehéz mondani. Mindenki megtette azt, amit megtehetett, de azt hiszem, hogy az elkövetkezendő néhány napban nem szabad úgy tegyünk, mintha mindent elvégeztünk volna. Ezt majd csak hétfőn reggel tehetjük meg. Én annyit szeretnék kérni mindenkitől. A közvéleménykutatók azt mondják, hogy ahhoz, hogy 1000 fő összejöjjön válaszolónak, minimum 1800 főt kell megkérdezzenek, de van olyan közvéleménykutató cég, amelyik azt mondja, hogy 4000 vagy 4200 főhöz kell
odaforduljon, ahhoz, hogy abból 1000 összejöjjön. Mert hogy a többi elutasító. Nem akar válaszolni, nem tudja, hogy mit válaszoljon, vagy nagyon is tudja, de nem akar válaszolni. És én arra szeretném kérni a jelenlévőket, hogy ha ezt az 1000 főt, aki válaszol, és amin belül úgy tűnik, hogy a Fidesz hát viszi a prímet, és kényelmesen nyerni tud, ha ezt levonjuk abból a 4000-4200 főből, akiről viszont nem tudjuk, hogy hogyan válaszol, akkor marad 3000-3200 fő. Én a jelenlévőket arra kérném, ne rájuk bízzuk vasárnap a választások eredményét. Ne azokra bízzuk, akik még mindig nem tudják, még mindig nem válaszolnak, még mindig elfordulnak, és hát ilyen-olyan, amolyan megkeresésekre esetlegesen elvihetők választani, hanem az eredmények alapján szavazzunk. Annak alapján szavazzunk, hogy csökkent-e a rezsim, annak alapján szavazunk, hogy jobb-e az, hogy a bankok fizetnek adót, mintsem, hogy a nyugdíjainkat elvonják, mármint a magyar társadalom részéről, hogy a közalkalmazottak bérét levonják, ahogy a Romániába tették az IMF javaslatára, vagy Bulgáriába, vagy az összes közép-kelet-európai országban, ahol az IMF betette a lábát, és még mindig ott van. És zárásképpen engedjenek meg egy személyes tapasztalatot. Ezt a körzetben több helyütt elmondtam, mert jó érzéssel mondhatom el. Ebben a kampányban legbüszkébb, így a sínszezon végeztével Ausztriában voltam, amikor egy síterepnek a tetején egy osztrák sítársaságnak a vezetőjével beszélgetésbe keveredtem. És előzetesen, ahogy Magyarországról kitettem a lábamat, folyamatosan az osztrák hírekbe, az osztrák rádiókba egyre másra csak azt hallottam, egyik fél órában, másik órában, másik fél órában, hogy jön egy hír, és a bemondó ungarische Grundminister Dr. Fazekasról beszél, majd a következő fél órában is hallom, ungarische Grundminister Dr. Fazekas, és így tovább, egészen addig, amíg meg nem érkeztem erre a síterepre. És kérdeztem ettől a síterep igazgatótól, aki a sítársaság igazgatója volt, hogy mondja már el nekem, hogy ahogy átjöttem Helyeshalomtól, egészen Taupicig csak azt hallgattam minden órában, minden fél órában, hogy ungarische Grundminister Dr. Fazekas, hogy nem vagyok németes, nem értettem a híreket, mi volt ezzel a jó emberrel a bajuk, vagy éppen nem a bajuk. És ez a sítársaság vezető elmondta nekem azt, hogy most egész Ausztriában fel van veszve mindenki az önök földművelésügyi miniszterére, erre a bizonyos ungarische Grundminister Dr. Fazekasra, mert hogy hát nagyon keményen védi a magyar földet, de megsúgja nekem minden szimpátiája ezért a miniszterén és a magyar kormányim, mert hogy Ausztriában azt, amit Fazekas képviselő úr, Fazekas miniszter úr képvisel Magyarországon, az már 20-30 éves gyakorlat. Senki Ausztriában nem vásárolhatna egy talpalatnyi földet sem azzal a mentalitással, amit most számon kérnek az önök miniszterén. Na hát akkor egy kicsit ugye jobban kihúztam magam, büszkén voltam, addig is természetesen. És bizony azt mondta, hogy teljesen egyértelműen Magyarországnak, a magyar kormánynak és ungarische Grundminister Dr. Fazekasnak igaza volt, és bizony büszkék lehetünk rá, hogy olyan földtörvényt alkotott, amivel egész Európa, és így az osztrák gazdák is hadban állnak, mert hogy ez senki más érdekét nem szolgálja, csak a magyarságot. Ezért voltam a legbüszkébb Taupicban,
egy síterep tetején, amikor nem egy magyar fideszes barátom mondta ezt, hanem egy osztrák sítársaság vezető. Hölgyeim és uraim, remélem vasárnap mindezek fejünkben lesznek, amikor elmegyünk szavazni, és kérem önöket, hogy önök is fontolják meg ezeket, és remélem folytatni tudjuk. Köszönöm szépen! Hát Kovács Sándor érkezik, ugye a megyei közülés elnöke, és hát a legfontosabb szerintem, hogy a Tiszató miniszteri biztosa, ez a legfontosabb. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, tisztelt Tiszafürediek! Itt, amikor felálltam a színpadra, számot vetettem azzal, hogy igazából 30 évvel ezelőtt jöttem először egyedül, úgymond egyedül Tiszafüredre, és akkor már egy prosperáló település volt Tiszafüred, akkor még nem város. Egy T-Mobil koncertre jöttünk át nálam idősebb rokonokkal és barátokkal, mert különleges volt már Tiszafüreden, akkor a 80-as évek elején is már volt az akkori művelődési házban P-Mobil koncert, és karcagról jártunk át ide szórakozni jó koncertekre, és nem is gondoltam, hogy azután nagyon sokszor fogok ide járni. Az Alföld egyik legkedvesebb, legszimpatikusabb településére, Tiszafüredre. Azóta is sűrű járok ide, és nem változott a szimpátiám. És láttam azt az időszakot, amikor Tiszafürednek egy felívelő korszaka volt. Amikor pezsgő kulturális élet volt, építkezések, fejlesztések, munkahely, bevásárolni érdemes volt a környékről járni Tiszafüredre. És láttam azt az időszakot, amikor Tiszafüred a vesztesek közé került. Amikor a 90-es évek elején bezártak az üzemek, megszűntek a munkahelyek. És az volt a legborzasztóbb, hiszen sok helyen történt. Sok településen szűntek meg akkori, úgymond szocialista nagyüzemek, gyárak, munkahelyek, de az volt a legborzasztó, hogy azt látta, hogy a tiszafürediek ebbe beletörődtek. Nagyon sokan beletörődtek, megbékéltek ezzel. És így telt el 10-15, talán 20 év is, hogy elfogadták a tiszafürediek, hogy ez a csodálatos, jó adottságú település halmozottan hátrányos helyzetű lesz. Az a település, amelynek virágzó mezőgazdasága volt, virágzó ipara, a környék központja volt. Eluralkodott Tiszafüreden az, hogy ne csináljunk semmit, úgyse lesz abból semmi, ne kezdjünk bele semmibe, minden kockázatos, fogadjuk el azt, amiben benne vagyunk. És borzasztó volt látni azt, hogy a Tiszafüred város vezetése is átvette ezt a mentalitást. És azt kell mondanom, hogy az utóbbi egy-két évben valami megváltozott. Azt vettem észre, hogy a tiszafürediek kezdenek olyanok lenni, mint amilyenek régen. Újból elkezdenek tervezni. Újból elkezdik tervezni a jövőt. Újból elkezdenek vállalkozni. Nem nyugszanak abba bele, hogy Tiszafüred halmozottan hátrányos helyzetű település. Nem nyugszanak abba bele, amit csak kapnak. Összefognak, segítséget, szövetségeseket keresnek. És nagyon jó alkalom volt, hogy szövetségesnek megtaláltál dr. Fazekas Sándort. Én azért mondom, hogy nagyon jó alkalom és jó a fürediekre, hiszen én Fazekas Sándorral 24 éve dolgozom együtt. Én tudom azt, hogy ő nem ismer vesztes csatát, nem ismeri a sikertelenséget, nem ismeri a beletörődést. És azt látom, hogy a tiszafürediekkel összefogva ez a mentalitás, ami dr. Fazekas Sándorban benne van, kezd átterjedni a tiszafürediekre. Újból kezdenek munkahelyeket tervezni, beruházókat vonzani, újból kezdik azt tervezni, hogy fel lehetne még jobban lendíteni a Tiszató turizmusát, a horgászokkal összefogva, a szállásokkal összefogva, és azt látom, hogy Tiszafüred előtt olyan jövő áll, amely a 80-as évek végének aranykora, de ezt is felülmúlhatja. Hiszen Tiszafürednek nagyon jó adottsága van, Tiszafüreden nagyon szorgalmas emberek élnek. És le fogja vetni azt az apátiát, és meg fogja találni azokat a szövetségeseket, akikkel érdemes együtt dolgozni, érdemes tenni. És kérem a tiszafüredieket azon kívül, hogyha megtalálták ezt a szövetséges dr. Fazekas Sándort, vasárnap szavazzanak rá. De arra is kérem önöket, ha újból találkoznak azzal az évtizedes, immár két évtizedes apátiával, aki azt mondja,
hogy nem kell ebbe belefogni, törődjünk bele, ez se lesz jó. Mondják el neki, hogy önök már nem akarnak olyan térségbe, olyan Tiszafüreden élni, amely beletörődik abba, ami rossz. Önök ez ellen tenni akarnak, Tiszafüredet fejleszteni akarják, és én biztos vagyok benne, amilyen jelek manapság vannak, amilyen jelek most vannak, Tiszafüred fejlődni fog, egyre szép és fényesebb jövője lesz, és megvan az a csapat, amelyben önöket, Tiszafüredet segíteni fogja. Azok az önkormányzati képviselők, az az országgyűlési képviselő, az a csapat, amivel önök össze tudnak fogni. Én kívánom önöknek, kívánom Tiszafürednek, hogy azt az elképzelést, azt a tervet, amit meg szeretnének valósítani velünk közösen, mert én is ebben a csapatban valónak gondolom magam, én is az önök szövetségesének, együtt változtassuk meg ezt az apátiát, és fejlesszük Tiszafüredet. Én kívánok önöknek nagyon sok sikert, és nagyon sok fejlődést, és kívánom azt, hogy ezzel a csapattal együtt, dr. Fazekas Sándorral együtt sokkal tovább fejlesztjük Tiszafüredet. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük Kovács Sándornak, a Tiszafüred miniszteri biztosára! Azon gondolkoztam, hogy mit találtam, hogy hogyan vezessen föl, hogy mit mondjak a következő előadóról. Ugye mi, akik követjük az ő munkáját, azt látjuk, hogy gyakorlatilag ennyi energiát, én nem is nagyon láttam még politikus, ennyi energiát tett volna az országba. Egy nagyon érdekes gondolat, hogy a City Ipari Park átadásakor megjelentek képek Fazekas Sándor Facebook oldalán, ahol ott voltunk egy történelmi pillanat születésében, mert valami újra elindult. A 70-es, 80-as években 1200-an is többen dolgoztak egyébként azon a területen. És az egyik kommentelő hozzászólt. A következőt írta egy hölgy, ami engem nagyon meghatott, és még inkább nagyra jött a szemembe a következő úriember. Azt írta ez a hölgy, nagyon szeretnék már otthon, Tiszafüreden, ahol születtem dolgozni. Most az úriember, aki érkezik, a vidékfejlesztési miniszter, dr. Fazekas Sándor. Ez a mi hazánk, a mi városaink, a mi falvaink, itt akarunk élni, dolgozni, boldogulni, felnevelni gyermekeinket, megőrizni azokat az értékeket, amelyeket örököltünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti kampányzáról, és tényleg nagyon fontos az, amit az imént hallhattunk, hogy a ragaszkodás a szülőföldhöz, az egyben kötelez is bennünket arra, hogy tegyünk meg mindent érte. Az önkormányzatokban, a közéletben, a mindennapjainkban egyaránt. És ezért is fontos az, hogy együttműködve, egymásra hallgatva, egymás segítve haladjunk előre. Egy fontos döntés előtt állunk vasárnap, Magyarország sorsa, de a településeink Tiszafüred sorsa, az önök sorsa valamennyiünké vasárnap fog eljönni, nem mindegy, hogy milyen irányba. Én köszönöm azt, hogy eljöttek a ma esti kampányzáróra. Köszönöm a szervezőknek, Újvári Imrének, a Fidesz-KDNP önkormányzati frakció tagjainak, minden lelkes segítőnek azt, hogy a mai rendezvényhez a feltételeket megteremtették. Köszönöm önöknek azt, hogy most itt vagyunk, és egyfajta mérleget tudunk vonni, nagyon röviden, tömören, de mégis mérleget tudunk vonni a mögöttünk álló időszakról, és kitekintést tudunk tenni az előttünk álló esztendőkre is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én szeretném megköszönni, itt van nálam az adat, azt a 26 ezer ajánlást, amit személyem, illetve a Fidesz-KDNP kapott a mostani országgyűlési választáskor. Ez egy rendkívül magas szám, erre még nem volt példa a kopogtató cédulák világában sem. Köszönöm szépen, köszönöm a támogatást, a bizalmat! Tiszafüred városa, amely jól tudjuk, hogy igencsak küzdelmes időszakot tudhat maga mögött, 2500 ajánlást gyűjtött össze. Azért, hogy tudjuk folytatni azt a munkát, amelyet elkezdtünk. Köszönöm szépen a 2500 ajánlást, ez mint egy duplája annak, mint amire számítottunk. Köszönöm. Én büszke vagyok erre,
hogy önök támogatnak. Büszke vagyok arra, hogy Tiszafüredben is megfogalmazódik a tiszafüredi emberekben a jövőbe vetett hit, azáltal, hogy olyan közös dolgokat tudtunk az elmúlt években végigvinni, mint az iparipar a fejlesztése, a komplex Tiszatavi program. Ebben 35 millió forint van, útfelújításon zajlanak, például jól látszik Füzesabony felé, kerékpárutak épülnek, munkahelyek létesülnek, a Tiszatavi turistaútvonalak, kerékpárút hálózat, kikötőfejlesztés is benne van, Kovács Sándor miniszteri megbízottú koordinálja ezt a nagy munkát. És az ipari park, amely lehetővé teszi azt, hogy egy már veszendőben ment rendkívül nagy értéket újra használatba tudjunk venni, vállalkozások jöjjenek, már 5 vállalkozás jelentkezett, ez egy óriási dolog, és ezáltal mindenkinek munkája legyen. Orbán Viktor miniszterelnök úr nemrégiben mondta azt, hogy mindenkinek a munkájára számítunk, mindenkinek tisztes megélhetést tudunk biztosítani. Ebből Tiszafüred sem maradhat ki, a környező falvak, a közép-tiszavidék falvai sem maradhatnak ki. Éljen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke! Köszönöm szépen! És hogy ez nem csak szavakat, hanem tetteket is jelent, mutatja azt, hogy a start munkában, a piaci szférában is sokan találtak már megélhetést, illetve olyan programok vannak folyamatban, amelyek láthatóan megélhetést, jövedelmet nyújtanak. De egy másik dolgot szeretnék említeni. Tiszafüred városa 2 évtized óta bukdácsolt mindig egy adósság teher alatt. 4 milliárd forint halmozódott föl, hogy mennyire lehet ezt a városon látni, azt nyilván önök jobban tudják, mint én, de a Nemzeti Ügyek Kormánya volt az első, amely megszabadította önöket, az önök közösségét, Tiszafüredet ettől a több mint 4 milliárd forintos adósság tehertől. Ez egy óriási dolog, és a jövő záloga, hogy tehermentesen tud a város fejlődni az elkövetkező években. És tisztelt hölgyeim és uraim, látszik az, hogy kialakul előttünk egy olyan jövő, amelyben a magyarság egy felemelkedő nemzet lehet, és az olyan jó adottságú városai, mint Tiszafüred, ahol szolgalmas emberek élnek, termálvíz van, Portobágy, Tisza, Tiszató, a hegyvidék is közel van, jól megközelíthető, igazi gyarapodó, virágzó város lehet. Ezért szeretnénk dolgozni a jövőben, ehhez kérjük a támogatást. Én szeretném megköszönni mindazt a biztatást, amit kaptam, és számítok arra, hogy minden szavazatokkal is meg fogják erősíteni az elkövetkező hétvégén. Én kérem, mondják el mindenkinek, hogy menjünk el választani, szavazzunk, támogassák a Fidesz-KDNP-t, és akkor Magyarország egy újra egy erős nemzet lehet, és Tiszafüred pedig egy virágzó város. Hajrá Magyarország, hajrá Tiszafüred, hajrá Fidesz! Köszönöm szépen! Let's go.
estét kívánok, hölgyeim és uraim! Először is nagyon szépen köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy meghívtatok bennünket, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Két nap múlva szerintem nagyon fontos dolog fog történni az országban, és amikor jöttem idefel, azon gondolkodtam, hogy mi legyen az a dal, mi legyen az a vers, ami a legjobban ideérik. És akkor eszembe jutott Adinak az a gyönyörű verse, addig az elején pihenjen egy kicsit. Amit most itt az elején, ezt mi a végén szoktuk elénekelni, de annyira kell ez most ide, hogy nem is hiszitek el. Ez egy imádság tulajdonképpen Aditól. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 bús vasárnap helyett, sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten, adja meg az Isten sírásaink végét. Lelkünknek teljességgel vágyott békességét, adja meg az Isten. Ámen.
semmi, hogy